mindenkor hatályos büntetési tételek dupláját szabnák ki a bűnöző politikusokra, felszámolná a politikus bűnözést a Jobbik. Munkalehetőség helyben helyi diákoknak Start informatikai program indul Pécsett. Digitális esélyegyenlőség, 80 évesen sem késő ismerkedni az internettel. Biztos jövő, tanulj gépipari szakmát, népszerűsítő verseny az iparkamarában. Köszöntöm nézőinket, a Pannon Televízió pénteki híradóját látják. Felszámolná a politikus bűnözést a Jobbik, erről tartott sajtótájékoztatót Pécsett Vida Dezső, a Jobbik Baranya 4-es számú választókörzetének országgyűlési képviselőjelöltje. Vida Dezső hangsúlyozta, eltörölnék a mentelmi jogot, és a mindenkor hatályos büntetési tételek dupláját szabnák ki a bűnöző politikusokra. Aki közpénzt lop, az nem csak az adófizetők pénzét károsítja meg, hanem a közbizalmat is megrendíti. Ezért kell minél előbb felszámolni a politikus bűnözést a Jobbik szerint. Vida Dezső, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje arról beszélt, hogy nem elég, hogy nincs rend az országban, még a közszereplő politikusok viselkedése is nap mint nap fertőzi a közerkölcsöt Magyarországon. A Jobbik a mindenkor hatályos büntetési tételek kétszeresét szabná ki a bűnöző politikusokra, és eltörölni a mentelmi jogot. A választók nagy része és a megkérdezett emberek is támogatnák ezeket a javaslatokat. Vida szerint, amíg a pozícióban lévő politikusok szétlopják a közvagyont, addig az átlag állampolgároktól sem várható el, hogy betartsák az erkölcsi normákat. Közgazdász hölgy vezetheti a jövőben a Harkányi Gyógyfürdőt. Tudomásul vette Kessjár Jánosnak, a Harkányi Gyógyfürdő vezérigazgatójának lemondását a város képviselőtestülete. Az alpolgármester, az önkormányzat, mint többségi tulajdonos képviselője az április 11-ére összehívott közgyűlésen Kerényi Erika vezérigazgatói kinevezését javasolja majd a megyei napilap információi szerint. A 45 éves budapesti közgazdász végzettségű hölgy korábban a Mátrai Gyógyintézet gazdasági igazgatója volt, majd megbízott főigazgatóként dolgozott, de több kórház igazgatója is volt. A város vezetésnek a Fürdőszövetség ajánlott több szemét, köztük Kerényi Erikát is. Start program néven középiskolásoknak szóló informatikai oktatási programot indít Magyarország legnagyobb infokommunikációs munkaadója. Ennek célja, hogy támogassa a középiskolákat, fejlessze az ott tanuló diákok nyelvi és informatikai képességeit. A programról pénteken délelőtt egy sajtótájékoztató keretében számoltak be. Leütöd az enter. Informatika óra egy általános iskolában. A mai fiatalságnak szinte természetes, hogy a tananyagban már szerepel a böngésző programok ismerete és más számítástechnikai eszközök használata is. Pécsett is olyan informatikai szuperkurzus indul, amely elsősorban vállalatnyelvtési rendszerek oktatására helyezi a hangsúlyt. Magyarország legnagyobb infokommunikációs munkaadója Start program néven középiskolásoknak szóló informatikai oktatási programot indított. Ennek célja az informatikai oktatást végző középiskolák támogatása. A cég ügyvezető igazgatója elmondta, egy-egy ország akkor tudja a legtöbbet kihozni az ICT iparágban szunnyadó lehetőségekből, ha már a szakemberképzés során egymásra hangolódik a piac és az oktatási rendszer. Az egyetemi oktatás megkezdése előtt a középfokú oktatás időszakában meg kell kezdeni az alapozást. Milyen formában kell megkezdeni az alapozást? Két dologra kell hangsúlyt fektetni, ahogyan az egyetemi együttműködéseknél is erre fordítottunk különös figyelmet. Gyakorlatilag informatikai tudást kell adni a fiatalok kezébe, és másik oldalon pedig használható nyelvtudást kell adni a fiatalok kezébe. Egy igényes munkahelyi kultúrát nyújtó cég tud foglalkoztatást adni a fiataloknak, mondta Páva Zsolt polgármester. Közölte, Pécsett 6000 új munkahely jött létre az elmúlt 5 év során. Ezen belül pedig a kis- és középvállalkozások kategóriájában sikerült ezt a helyzetet stabilizálni, pont abban, amelyben az infokommunikációs cég is jelen van. Most is több mint 200 fő dolgozik az IT Services Pécsi telephelyén, akik a legfontosabbak számunkra, hogy idézem önmagamat, a fiatalok számára nyújt nagyon kvalitásos, komoly minőségi foglalkoztatást, és ilyen módon ebben a körben talán szignifikánsan nagyobb lesz a lehetősége a pécsi fiataloknak arra, hogy a városukban, szülővárosuk maradva tudjanak munkát végezni és munkát folytatni. Pécsett egy alapítványi és 5 állami középiskolával köt szerződést a cég,
Így Baranya megyében összesen 2916 diákot érnek majd el. Idén már nem lesz lehetőség a kutyák szervezett, előre meghirdetett időpontban történő közterületen végzett beoltására, írja a Dunántúli Napló. A szabályozást a Magyar Állatorvosi Kamara hozta. Ennek értelmében azokon az 5000 fős vagy annál kisebb lakosszámú településeken, ahol legalább egy állatorvosi rendelő működik, összevezetett eboltást szervezni szakmailag indokolatlan. Így a veszettség elleni védőoltást a magánállatorvos természetesen a tulajdonos megbízása alapján az állat tartási helyén vagy állatorvosi rendelőben végezheti csak el. Kivétel csak azok a kis települések jelentenek, ahol nincs állatorvosi rendelő. Ott még megengedett a szabadtéri vakcinázás. Az új szabályozás nem ad felmentést a kutyatulajdonosoknak. Minden 3 hónapnál idősebb ebet be kell oltani, ugyanis veszettség ellen. Az oltás beadásának ára azonban természetesen változhat, és feltehetően nem kedvező irányba fog változni. Még 80 évesen sem késő ismerkedni az internettel, a tanultak pedig javítják az idős, nehezen mozgó emberek életminőségét, hiszen otthonról intézheti ügyeit, tarthatja a kapcsolatot családjával. Az időseket és a mozgáskorlátozottakat oktató ingyenes tanfolyamokat a Vasutas Művelődési Házban tartják már 14 éve. Laci bácsi 83 éves, fél éve ismerkedik az internettel. Azt mondja, például az utazásai tervezéséhez használja a világhálót, de ismeretszerzésre, kapcsolattartásra is. A sport az érdekel, mint telemennyiségbe, legyen az labdarúgás, vagy bármilyen sport, és van unokám külföldön, azokkal szeretnék beszélgetni Skype-on keresztül, tehát ezek a fő irányvonalak. Felesége is beiratkozott a tanfolyamra. Marika néni 79 évesen ismerkedik a számítógép használattal, netezéssel. Azt mondja, nehéz megtanulni. Ezeket megtanulni, hogy mikor, melyik oldalt kell megnyomni, jobbat, balt, úgyhogy ezeket be kell gyakorolni, sajnos sok gyakorlat kell hozzá. És az van, hogy amikor az ember csinál valamit, és utána elfelejti. Ezért felírnak minden tudnivalót. Volna egy következő feladatunk, mondjuk a hétvégén utazni szeretnének. Meg kellene látogatni a gyerekeket Budapesten. Most éppen a MÁV online tudakozóját kell megkeresniük a tanulóknak. Ilyen feladatokon keresztül sajátítják el az internet használatát az idős emberek. Oktatójuk azt mondja, a legfontosabb, hogy le kell küzdeniük az idősek félelmét, amivel a számítógépet kezelik. Félve fogja meg azt az egeret, mert nem úgy mozog, ahogy ő szeretné. A billentyűket is nehezen ismeri meg, nem ismeri a betűket sem rajta konkrétan, tehát ezzel meg kell barátkozni, ezt meg kell tanulni. Ez egy hosszú folyamat, amíg ez rögződik, és ezek a gátlások átalakulnak. Ezen kívül meg kell tanítani azt is, hogy célzottan keressék az információkat. Nem kell mindent megnyitni, elolvasni egy weblapon, csak ami érdekli őket. A megszerzett tudással azonban javul az életminőségük, hiszen otthonról intézhetnek majd akár hivatalos ügyeket, tarthatják a kapcsolatot a család. A digitális esélyegyenlőség életminőség jobbítása a számítógép segítségével elnevezésű tanfolyamot az időseknek 2000 óta, mozgáskorlátozottaknak pedig 2009 óta szervezi a Vasutas Művelődési Ház. Az elmúlt 14 év alatt közel 3000 nyugdíjas sajátította el segítségükkel a számítógép az internet alapvető használatát. Streitmann Walter és Mátra Bérci Zsolt egy gyermekeknek kifejlesztett, újfajta orszívóval nyerte el a Design Oscar díjának számító Red Dot díjat Németországban. A Nozi Bow névre keresztelt készülék a 2014-es orvosi design kategóriában nyert. A Red Dot zsűri a jó design mellett a termék általános minőségét, az innovációt és a funkcionális működés díjazta, írja a hvg.hu. Streitmann Walter és Mátra Bérci Zsolt mérnökök, egy belső építész dizájnnal foglalkozó cég vezetői pécset. A Nozibu projektbe bevonták dr. Hársági Erzsébet fülorgégész szakorvost is. Biztos jövőt nyújt a gépipari szakmák tanulása, ezt mondják a területen dolgozó szakemberek, azonban kevés fiatal választja még a szakmunkás képzést jelenleg. Ezen segíteni az iparkamara, már negyedik éve rendezik a gépipari szakmákat népszerűsítő versenyüket. A Gép ésszel elnevezésű viadal döntőjét pénteken tartották a kamarában.
A gépipari szakmák iránt érdeklődik a 7. osztályos Fazekas Zénó. A kozármislenyi fiatal azt mondja, szakmát akar tanulni az általános iskola befejezése után. Nagyon szeretnék CNC-esztergályosnak menni, mert sokkal többet lehet keresni, mint mondjuk mással például. Ezért jelentkezett a gépésszel elnevezésű szakmai versenyre. A gépiparban termelő pécsi cég vezetője azt mondja, biztos jövőt választ az a fiatal, aki ezen a területen akar elhelyezkedni. Abszolút biztos jövőképet lehet kapni mai világban a gépipari szakmákban, az ország bármely részén, itt akár a keleti, nyugati fele az országnak. Ez nem gondolom, hogy ez kétséges. Én azt gondolom, hogy a gépipari, illetve a járműipari szakmákban hatalmas fejlődési potenciál is van. Ez is azért eléggé közismert, hogy itt a termelési volumenek komoly mértékben növekednek. A versenyt 4 évvel ezelőtt az ipari kamara indította el. Így akarja a gazdasági érdekképviselet a szakmunkás képzés irányába terelni a fiatalokat. A gépésszel döntőjét pénteken tartották. 10 csapat jutott be, 45-en indultak a megyéből az elsőbe, a második fordulóba 26-an maradtak, akik már iskolalátogatásokon, üzemlátogatásokon, gyakorlati helyek megnézésén részt vettek, és ebből maradt most 10 csapat. Ezek 3 fős csapatok, tényleg vegye minden általános iskolájából. A versenyt végül az abaligetiek nyerték, megelőzve a szigetvári és siklósi általános iskolásokat. Ők majd Budapesten az országos döntőben bizonyíthatnak áprilisban. Március 30-án este a Budapesti Fesztivál zenekar lép fel a Kodály Központban. Az este 7 órakor kezdődő koncerten a bécsi klasszikusokat idézik fel, Haydn, Beethoven és Mozart műveivel. A szólista Írország egyik legkeresettebb zongoraművésze, Fingin Collins, a karmester pedig Takács Nagy Gábor lesz. Az esti koncertet megelőzően délután 16 órakor a Palatinus szálló Bartók termében a Brundibál című gyerekoperát nézhetik meg az érdeklődők ingyenesen. 2 hét alatt teljesen megújult a Széchenyi sportcsarnok. 25 millió forintból cserélték ki a küzdőtér elkopott burkolatát, és új kosárpalánkot is kapott az intézmény. Eddig nem volt pénz a munkálatokra, most azonban a PVSK segítségével a társasági adókedvezményből befolyt 20 millió forintból, és 20%-os önrészsel valósulhatott meg a fejlesztés. 2 héttel ezelőtt kezdték meg az elhasználódott burkolat felszedését a szakemberek a Széchenyi sportcsarnokban, csütörtökön pedig már át is adták a megújult küzdőtéri padlózatot. A PVSK 1 évvel ezelőtt pályázott a felújításra. Egy összefogás eredményeképpen az iskolával, önkormányzattal, kosárlabda szövetséggel együtt sikerült megvalósítani ezt a beruházást. Hát aki ismerte az itteni állapotokat, az tudja, hogy az iskola életében ez nagyon nagy dolog, de azt hiszem a PVSK életében is, hisz a mi körülményeink is, edzés körülményeink itt javulni tudtak. Úgy érzem, hogy egy nagyon sikeres vállalásunkról van szó. A PVSK a társasági adókedvezményt használta ki, aminek már látszanak a pozitív hatásai. 20 millió forintból és 20%-os önrészsel valósult meg a fejlesztés. A Lanta kormány ide indult egy nagy csarnoképítési mozgalom. Egy hibája volt őszintén szólva, hogy a padlózata már akkor, amikor új volt, nagyon kemény, igazából alkalmatlan volt a sportolásra, nagyon veszélyes volt ízületekre, nem volt egy jó parkett mindenképpen. És most jutottunk oda, hogy egy nagyon korszerű, nagyon alkalmas, rugalmas, minden sportág számára megfelelő parkett került kialakításra. Ez mindenképpen jó a fiataloknak, az utánpótlásnak, és ami szintén nagyon fontos, hogy a D-sport is profitál. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének küldött gyűlése 2010-ben fogadta el azt a stratégiai koncepciót, melynek része a tömegesítés, vagyis a sportági piramis aljának szélesítése. Nyilvánvaló, hogy egy tömegesítést nem lehet anélkül végrehajtani, hogy szoros kapcsolatot alakítanánk ki egyébként az iskolákkal, és ezen programnak a keretének a része az gyakorlatilag, amit az MKS elnöksége stratégiai célként megfogalmazott, hogy tornatermeket kell építeni, felújítani, munkacsarnokokat felújítani, mert ahhoz, hogy sikeres legyen ez a programunk, ahhoz nyilván megfelelő minőségű eszközöket és megfelelő minőségű létesítményeket kell ezen programokhoz biztosítani. A sportegység 100%-os kihasználtsággal működik, délelőtt az iskola tanulói, délután pedig a sportszervezetek használják. Az intézményben országos szintű és nemzetközi meccseket is rendeznek. Péntektől drágább a tankolás, bruttó 2-2 forinttal emelte a benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát a MOL. A változtatást követően a gázolaj literenkénti ára 420-421,
A benzinén 409-410 forintra nőtt. A MOL legutóbb múlt pénteken változtatott az árakon, akkor 4 forinttal csökkentette a gázolaj és 2 forinttal a benzinárát. A benzinár egyébként 2012. április elején érte el a csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 451 forintba került. Érdemes körültekintőnek lenni, hiszen az autósok továbbra is 15-25 forintos különbséget is tapasztalhatnak az egyes kutaknál. Pécsi Roma hagyományőrző együttes mutatkozott be a köztévé Fölszállott a páva című műsorában. A Kelipeske Rom táncosait múlt héten pontozta a zsűri, de sajnos nem jutottak tovább. A fiatalok egytől egyig a FUND cigány alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói. A tánccsoport 2001 óta működik. Marosmenti roma táncok, dunántúli cigány táncok, Szabolcs-Szatmár megyei táncok, cigány csárdás és botolás is szerepel az előadásaik között. Az iskolát Orsós Ferenc vezeti, aki szerint nagyon fontos a cigány hagyományok ápolása. A táncosok egyébként nincsenek elkeseredve, azt mondják, jövőre ismét megpróbálják. A cigány hagyományokat nem igazából ápolják, és ezért érdekes a mi munkánk, mert hogyha nem csinálnánk, akkor sajnos kihalna, lassan kihalna ez az egész hagyomány. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy mi ápoljuk tovább, vigyük az egészet, mert nem csak, hogy megőrizni szeretnénk, hanem fejleszteni is természetesen. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Jó megállapodásnak nevezte az oroszokkal kötendő paksi bővítésről szóló szerződést Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter egy lakossági fórumon azt mondta, 600 milliárdot spórol az ország azzal, hogy nem a piacról hitelezi az új blokkok építését, a 40%-os hazai beszállítói arány pedig a kormány szigorúan ellenőrizni fogja. A magyar kormány álláspontja a paksi bővítés kérdésében változatlan, fontos energetikai és nemzetbiztonsági kérdésnek tekintik az új blokkok megépítését. A szerződéseket mindkét kormány jóvá hagyta, a pénzügyi szerződés parlamenti vitáját pedig már az új országgyűlés folytatja le és hoz róla döntést, mondta Varga Mihály pakson. A nemzetgazdasági miniszter hozzátette, jó megállapodás született. A piacon ennél csak drágábban kaphattunk volna hitelt. A 30 éves futamidő pedig bármikor előtörleszthető, ha az ország olyan helyzetbe kerül később, hogy a piacról vagy máshonnan olcsóbban jut forrásokhoz. Meg tudom erősíteni azt, hogy körülbelül a hitel teljes futamidejére vonatkozóan egy 600 milliárd forintnyi összeget spórol meg a magyar költségvetés ezzel a hitelezési futamidővel, amely még kedvezőbb lehet számunkra abban az esetben, hogyha a lejárat előtt Magyarország korábban törleszt. Az olcsó energiára szüksége van az országnak, ha versenyképes akar maradni Európában, ebben az évszázadban pedig nem várható olyan új fejlesztés, ami kiválthatná az atomenergetikát, ezt már Kovács Pál államtitkár mondta a fórumon. Hozzátéve, az ellenzéknek az elmúlt 4 évben 3-szor is lehetősége lett volna módosító indítványt benyújtani az atomtörvényhez, de nem tették. Akik most azzal bátornak minket, hogy népszavazás kérdése, jött volt rájuk a lehetőség. 3 alkalommal több mint egy éves időtartamra nyitva volt az atomtörvény. Nyugodtan megtehették volna, ez kérem, nem történt. Varga Mihály a lakossági fórumon egy lehetséges jövedelemadó csökkentésről is szót ejtett, de addig még az egykulcsos adó létjogosultságát is vizsgálják. 2013 volt az első éve az egykulcsos adórendszernek. Ennek a feldolgozása, az adóbevallás is még ugye májusig tart, tehát ennek a feldolgozása az első félben meg fog történni. És a parlament szerintem, vagy a kormány valamikor augusztus-szeptember környékén lesz majd azoknak az információknak a birtokába, amelyekkel reálisan el tudja dönteni, hogy a egykulcsos adó az beváltotta a reményeket, vagy sem. Ha lesz is adócsökkentés, annak mértékéről legelőször ősszel lehet beszélni. A korábban mesebeliként emlegetett egyszámjegyű jövedelemadó a miniszter szavai alapján még váratni fog magára. Ennek bevezetésével 500 milliárd forint hiányozna a költségvetésből, aminek a pótlására egyelőre nem lát lehetőséget Varga Mihály. 950 millió forintból épül meg Bonyhádon az ipari park. Az önerőt biztosító pénzintézettel a múlt héten kötötte meg a szerződést a város. Az ünnepélyes alapkőletételen Német Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter mondott beszédet.
Egy alapkőletétel mindig a helyi gazdaság fejlődését jelzi, ennek lehettek tanulni a megjelentek Bonyhádon, így fogalmazott Németh Lászlóné köszöntőjében. Egy ipari park felépülése és működése egy térség életében óriási megtartó erővel bír. A kormány az elmúlt években azon dolgozott, hogy a kisebb vállalkozások is versenyképes helyzetbe kerülhessenek hitelekkel, támogatásokkal és a lehetőségek szélesítésével, hangsúlyozta a fejlesztési miniszter. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, ugye igaz, nem csak Magyarországon, de világszerte az a statisztika, hogy mindenütt a nemzeti GDP-nek legnagyobb arányát a kis és középvállalkozások adják, és nem utolsó sorban a legtöbb embert ők foglalkoztatják. Bonyhádon mindig is fontosnak tartotta a mindenkori városvezetés, hogy az ipar és a gazdaság egyensúlyban legyenek. A város 2006-ban létesített ipari parkot, ami azóta 11 céget fog össze. Ennél a projektnél 948 millió forintról beszélünk, illetve beszélhetünk. Ez gyakorlatilag két üzemcsarnoknak az építését jelenti, egy 4000 négyzetméteres és 2000 négyzetméteres csarnok építését. Várhatólag még ez évben elkészülnek ezek a csarnokok. A tervezett határidő november 30-a. A két csarnok bérlésében a városnak már sikerült megállapodni a helyi vállalkozásokkal. A cégek rezsiköltsége és egyéb kiadásai is nagyban lecsökkennek, míg a termelés és kivitelezés hatékonyan tud majd folyni. Erősíteni kell az élelmiszeripart Tolna megyében, mondta Horváth István, a Parlament mezőgazdasági bizottságának alelnöke egy szekszárdi agrárfórumon. Budai Gyula államtitkár szerint a következő 7 évben 1,9 milliárd euróval több támogatás jut a mezőgazdaságra, mint az előző uniós ciklusban. Az uniós forrásokból 3,5 milliárd euró jut majd vidékfejlesztésre, és 20%-kal, vagyis 1,9 milliárddal többet költhetnek az agráriumra, mint az előző ciklusban. Horváth István, a Parlament mezőgazdasági bizottságának alelnöke szerint a magyar vidék nagyon nagy lehetőség előtt áll a következő 7 évben. Vissza kell hozni Tolna megyében a konzervipart, vissza kell hozni az ehhez kapcsolódó beszállítói integrációt, a különböző húsipari vállalkozásokat is vissza kell hozni, illetve a húsipari élelmiszeripari feldolgozást erősíteni kell a megyében. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, mindent megtesznek annak érdekében, hogy szemmel látható fejlesztések történjenek a magyar mezőgazdaságban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál még nem tudják, hogy pontosan mekkora az a támogatási összeg, amit a Tolna megyei gazdálkodók kapnak majd, de hogy mely terület kerül helyzeti előnybe a pályázásnál, azt viszont már igen. Amit lehet tudni, hogy valószínűleg a támogatásoknál a termelő beruházások kerülnek előtérbe, tehát főként azok, amik munkahelyet teremtenek, amik termelnek, hozzáadott értéket nyújtanak a gazdálkodóknak. Tamási Balázs, a NAK Tolna megyei igazgatóságának igazgatója hozzátette, a pályázatok megírása egyszerűbbé válik a jövőben. A gazdáknak nem kell előzetesen annyi adatot megadniuk, mint korábban. Az elszámolásokat később is elvégezhetik, amelyben a kamara segítséget nyújt. Igazi innováció lehet a Kaposvári Egyetem új kutatása. A szakemberek arra keresik a választ, hogy az új takarmánykeverék előállításával hogy válhat gazdaságosabbá a sertéshús előállítása. Kardeván Endre élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkár a Somogyi kampuszon arról beszélt, az eredményeknek köszönhetően visszaállíthatjuk a takarmányágazat jó hírét. Új, hatékonyabb takarmányozási eljárás kifejlesztésén dolgoznak a Kaposvári és a Nyugat-Magyarországi Egyetem mezőgazdasági kutatói. A biotechnológiai fejlesztés akár új innováció is lehet az agráriumban, mondta Szávai Ferenc rektor. Nyilvánvalóan olyan kutatási eredményeket tudnak közösen ezzel a konzorciumban megvalósítani, ami adott esetben lehet egyfajta takarmányozás tanban egyfajta olyan eredmény, ami mondhatni, hogy szabadalom is lehet. A hosszú távú cél ugyanis az, hogy takarmányozásban használják a mezőgazdasági melléktermékeket. Roppant széles a skála, hiszen számos területen képződnek olyan anyagok, amelyeket semmire sem használnak, viszont alkalmasak lennének állati takarmánynak. A 480 millió forintos projektben arra keresik a választ a kutatók, hogy miként hasznosíthatóak úgy a melléktermékek, hogy az a minőséget megőrizve gazdaságos legyen, és az állatok hatékonyan és gyorsan emészhetőek.
nézzék meg azokat. Kardeván Endre államtitkár szerint fontos, hogy az innovatív megoldások mellett megőrizzük a magyar sertés hagyományosan kiváló minőségét. Tény, hogy nálunk teljesen más a takarmányozási szokások vannak, mint általában a többi európai uniós országban. Itt egyértelműen a saját termelésű gabonára alapozódik a takarmányozás. Ebből kifolyólag magának az alapanyagnak, tehát a sertésnek is más az íze, és valószínű ezért van az, hogy sokkal jobb is. Egyetlen egy problémánk van Magyarországon, hogy pillanatnyilag kevés a sertés. Az olcsóbb takarmányozás a magasabb sertés létszámzáloga is lehet, hangzott el a projektnyitó rendezvényen. A gazdasági eredmények mellett ugyanolyan fontos a minőségmegőrzés, ezért a kutatási projekt során a sertéshús minőségét is ellenőrzik. Vádemelési javaslattal zárta le a rendőrség a tavaly novemberben Nagybajonban elkövetett emberölés miatt indított nyomozást. A gyilkossággal egy 23 éves lány gyanúsítanak, aki otthonában ölte meg 24 éves barátnőjét. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság hivatalos közleménye szerint M. Krisztina áldozatát kalapáccsal többször nagy erővel arcon és fejen ütötte. Holttestét pedig az ágynemű tartóba rejtette, amelyre saját szülei bukkantak rá. Mint arról korábban a Somogy Televízió beszámolt, a gyanúsított egy fedél alatt élt a családdal. Az elhunyt lány öccsének a barátnője volt. Akkor elmondtuk, M. Krisztina azért ölhetett, mert kért, de nem kapott kölcsön a lánytól. Ezt támasztja alá nyomozás is. Mint kiderült, a bántalmazást követően a sértett táskájából készpénzt és bankkártyát tulajdonított el, melyet jogtalanul felhasznált. M. Krisztinát így a rendőrség előre kitervelten nyereségvágyból védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés elkövetése miatt hallgatták ki folytatólagosan. Az időjárás előtt főbb témáink még egyszer egy-egy mondatban. A mindenkor hatályos büntetési tételek dupláját szabnák ki a bűnöző politikusokra, felszámolná a politikus bűnözést a Jobbik. Munkalehetőség helyben helyi diákoknak Start informatikai program indul Pécsett. Digitális esélyegyenlőség, 80 évesen sem késő ismerkedni az internettel. Biztos jövő, tanulj gépipari szakmát, népszerűsítő verseny az iparkamarában. Szombaton és vasárnap szinte zavartalanul napos idő várható. Eső kizárt, a délutáni órák hőmérséklete elérheti a 20 fokot is. Bátran tervezhetünk kinti programokat a kellemes tavaszi időnek köszönhetően. A hőmérséklet reggelente 6-8, napközben 18-20 fok között alakul hétvégén. Mára köszönöm figyelmüket, munkatársaim nevében is kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra!